Robert Golob, szlovén miniszterelnök pénteken egynapos munkalátogatásra érkezett Kijevbe. Golob megérkezésekor elmondta, országa szeretné kifejezni politikai támogatását, illetve megerősíteni az Ukrajna területi integritása iránti elkötelezettségét ezekben a nehéz időkben. A politikus kijelentette, Szlovénia továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani és részt venni a háború utáni újjáépítésben. A szlovén kormányfő vezető ukrán tisztségviselőkkel találkozik. Részt vesz egy megemlékezésen az ukrajnai háború áldozatairól, egy csúcs találkozón, amelynek témái az Oroszország által elkövetett bűncselekmények és Moszkva felelőssége. A csúcs találkozón Andrei Plenkovics horvát, Eduard Heger szlovák kormányfő, valamint Maja Sandu moldovai elnök is jelen lesz.